Dr. Somogyi Tivadar nyitotta meg a Városi Diák Fórum első önálló szervezésű vetélkedőjét. Az alpolgármester beszédében hangsúlyozta, nagyon büszke a diákokra. Meg kell dicsérnem a Városi Diák Fórumot, mert idén rendkívüli aktívak, különböző eseményeken vesznek részt, illetve ez lesz az első önálló rendezésük. A megnyitón dr. Somogyi Tivadar sok sikert kívánt a versenyzőknek, és hozzátette, reméli, hogy a VDF-esek hagyományt teremtenek ezzel a nagyszerű vetélkedővel. Én bízom benne, hogy ez az első, ez hagyományteremtő lesz, tehát hosszabb távon fogják ezt csinálni a Városi Diák Fórumnak a szervezői, már az önkormányzat maximálisan támogatja, és biztos, hogy jó lesz. Azért jó lesz, mert fiatalok vetélkedni szeretnek, de akkor hadd vetélkedjenek. Még a verseny előtt a Városi Diák Fórum elnökével is sikerült beszélnünk, aki elmondta, az önkormányzat kiemelten támogatja őket, és azt is elárult a stábunknak, honnan származik a verseny neve. A Sportolkoz nevű vetélkedő kezdődik hamarosan itt a Págis iskolában. Ezt mi hoztuk létre, a Városi Diák Fórum, mely győri középiskolásokból álló szervezet. A Városháza részéről nagy támogatottságot kapunk, a helyszínt biztosították számunkra a Págis iskolában. Ennek a vetélkedőnek a neve a Sportolkoz, abból ered, hogy sportolás és gondolkozás. A sportolás része az szerintem egyértelmű, a gondolkodtató feladatok azok morze például, kvízek, matematikai, kisebb-nagyobb ilyen logikai feladatok. Majd egy táncos bemelegítést követően maga a vetélkedő is elkezdődött, ami 13 plusz 1 feladatból áll. A Sportolkoz VDF 7 próba című versenyre 11 középiskolából 25 fős csapat jelentkezett. A megmérettetésnek a sok lehetőség közül végül a Págis adott helyet. Sok iskola felmerül, köztük a Lukács, a Krúdi és a Págis is, köztük volt az iskolát, amelyeket megnéztünk. A Págisban volt legnagyobb együttműködés a diák önkormányzatokkal, így gondoltunk arra, hogy a helyszín is megfelelő, elég jó központban is van a Págis, úgyhogy beengedték, így hát itt lett a helyszín. A Págis pedig tökéletes helynek bizonyult. A Sportolkoz vetélkedő tehát jövőre is várja majd az érdeklődőket, akik egy izgalmas, sportos és logikai játékban szeretnének részt venni.